Maglódon lemondták az idei táncos rendezvényeket, mert az operatív törzs részéről megfogalmazott elvárások, közöttük a távolságtartás sem teljesíthető. A következő percekben nem csak erről, hanem a helyi hulladékszállításban az elmúlt időszakban tapasztalt zavarról, illetve annak megoldási lehetőségéről, a jelenleg is várt kormányzati intézkedésről is hírt adunk. Meg kellett hoznunk azt a nem könnyű döntést, hogy az idei évben megpróbáltuk ezeket a bálokat nem megszervezni. Magyarul a szervezőkkel közöltem, hogy tolerálják azt a polgármesteri kezdeményezést, hogy az idei táncos rendezvényeket elhalasszuk, ugyanúgy, mint a születi felvonulást, ugyanis azt a távolságtartást nem tudják a szervezők biztosítani, ami mostanság előírásként megfogalmazódik a központi szervek részéről. Hogyan fogadták ezt a szervezők, illetve a lakosság? Hát a lakossági visszajelzésre még nem tudok, a szervezők nehezményezték ezt a dolgot, de ugyanúgy, ahogy az augusztus 20-ai szabadtéri rendezvényt nem tudtuk megrendezni, úgy gondoltam, hogy az egyéb közös társas összejöveteleket is megpróbáljuk a minimálisra csökkenteni, ezáltal egy kicsit a lakosság biztonságérzetét növelni. Mindenhez képest milyen Maglódnak a fertőzöttsége vagy fertőzés mentessége? Jelen pillanatban nem tudunk maglódi fertőzött személyekről. Karanténban vannak ugyan néhányan, akik külföldről tértek haza, de nem rendelkeznek tünetekkel. Stábunk utána járt annak is, hogy a hulladék elszállításban az elmúlt időszakban tapasztalt zavarnak mi volt az oka. Kiderült, hogy kormányzati intézkedésre várnak Maglódon is a probléma megoldása érdekében. Addig is jönnek a szeptemberi hulladék elszállítási időpontok. Március óta harcban állunk mi a szolgáltató cégünkkel. Térségi társulás formájában működik Maglódon több száz településhez hasonlóan a hulladékszállítás, és hát jeleztek olyan problémákat itt koronavírus idején, ami azt vonta magával, hogy szűkítették, korlátozták a hulladékszállításnak az időmeniségét, illetve a számát. Az általános kommunális hulladékot a korábbi rend szerint természetesen szállítják, és éppen ennek a biztonságos áttétele érdekében mondták azt, hogy viszont a szelektív gyűjtés esetén ritkítani fogják a gyűjtések számát, tehát a két heti rendszerességgel a havi rendszerességre tértek át. Ez még jelen pillanatban nem látszik megoldódni, mert szeptemberben is egy-egy alkalommal fognak zöld, illetve szelektív hulladékot elszállítani. Várnak, és erre biztató jelek is vannak, hogy kormányzati intézkedés fog a hulladékszállítás tekintetében hamarosan napvilágra kerülni, és azt a stratégiát fogják megalkotni központi szinten, ami ezt a problémát meg tudja oldani. Legalábbis ilyen ígéretek vannak. Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy szeptember hónapban 22-én lesz zöld hulladékszállítás, és 28-án csomagolási hulladékszállítás. A korábbi akhoz hasonlóan két cserezsák biztosításával. A csomagolási hulladék esetében korlátlan mennyiséget ki lehet helyezni áttetsző zsákokban, tehát hogyha a lakosságnak nagyon mennyiségre van szüksége az elszállítására, akkor ezt saját zsákjaival meg tudja oldani, illetve még azt kell felhívni a lakosság figyelmét ebben a kérdésben, hogy azért a tömörítésre oda kellene figyelni, mert sajnos ezt azért tapasztalják a gyűjtést végzők, hogy nem mindig valósul meg, tehát a PET palack is tulajdonképpen a szállítás tekintetében a levegőt is szállítják sok esetben, tehát jobb lenne ezt tömörítve vinni, mindenkinek gazdaságosabb lenne és normálisabb megoldást jelentene.